Éjszakai lovasok. Magyar hangok. Mihály Győző, Kárpáti Levente, Szersény Gyula, Huszárik Kata, Forgács Gábor, Kunc István, Harcsik Róbert, Katona Zoltán, Molnár Levente. Fényképezte Winton C. Hawk. Zene Rudolf Schreger és Leonid Ráb. Írta Ellen LeMay. Rendezte George Templeton. A film a texasi Amarillo és Kanyon közelében készült, az ábrázolt billogokkal rendelkező farmerek birtokain, illetve a Palo Duro kanyonban, Texas állam és lakói segítségével. Magyar szöveg Fodor Zsuzsa, szerkesztő Nevelős Zoltán, hangmérnök és vágó Csaba Tamás, gyártásvezető Csorba Éva, szinkronrendező Szombati Kis Beáta. A szinkron az MTVA megbízásából a Sinkton stúdióban készült 2013-ban. Stúdióvezető Csaba László. Megvan, Juan. Látom. Csak, ismered Juan Amadort? Neked dolgozik, nem? Dolgozott. 3 napja eltűnt. Ma reggel megtaláltuk egy bozótban. Mi történt vele? Elvágták a torkát. Lábnyomot láttál? Ha volt is, eltüntették. Gondolom a lova is eltűnt. Nem, Juan lovát jól ismerem. Ugyanis az én lovamon járt. Nagy segítség, kösz. Hol a kés, amivel megölték? Nem tudom. Mit tudsz? Folyton valami ilyesmivel nyaggatsz. Hol kirabolnak, rádiesztenek, hol fellöknek, megütnek. Mindig, amióta az eszemet tudom. Ha megkérdem, ki volt, nem tudod. Tom, azt hiszem, tudja. Álljunk meg a menet. Már azelőtt tudta, hogy bejöttünk. Jeff, nézd meg a lovadat, hogy jól van-e kikötve. Hogy egy taknyos kölyök ilyeneket mondjon nekem. Akkor mondom én, a kölyöknek igaza van. Szerintem tudod, ki ölte meg Juant. Igazán? Nem te nyomultál be a völgybe, ahol nem jutott neked hely? Találtam. 15 mérfölddel odébb. Ja, és azt várod, hogy én biztosítsam, amíg te várod a sült galambot? Én nem várok tőled semmit. Gyilkosságot jöttem bejelenteni, és ezzel befejeztem. Az nem olyan biztos. Unom már, hogy mindig veled van baj. Velem baj? Azt sem tudod, mit jelent ez a szó. Aki van ott? Miből gondolod? Tudom. Nézzük meg.
Sam Beard az. Adj Isten, szomszédok! Szervusztok! Nem tudok betelni a kanyon látványával. Nagy munka lehetett ide hurcolni. Te, Tom? Mrs. Boyce üzenetét hoztam, beszélni szeretne veled. Elég izgatottnak tűnt. Jeff, kérdezd meg, mit akar. Rendben. Mindannyiunkat fejbe kólintott Juan halálhíre. Köszönöm. Gondolom, a városban járva bekukkantottál a sheriffhez is, mi? Igen, honnan tudod? Te! Én ezt a lovat sosem láttam. A lovasról már nem is beszélve. Honnan tudod, hogy jártam a sheriffnél? Látnoki képességeim vannak. Azt nem látod, hogy kiölte meg Juant? Én is lehettem volna. Vagy azok a zsugori szomszédaid, akik a marhapásztorok királyai voltak, amíg ide nem jöttél, és el nem foglaltál egy nagy darab. Fizetem a bérleti díjat. Igen, de ők ingyen használták ezt a földet. Úgyhogy végül is érthető, hogy ki akarnak piszkálni innen. Te is, Sam. Egy nyavaját. Utálom a teheneket. Ha arra gondolok, hogy még több tehenet kéne tartanom, mint amennyi most van, felfordul a gyomrom. Tényleg sosem láttam még. Nézd azt a boldog fickót, aki ott jön. Rá van írva, hogy nincsenek marhái. Nekem se lesznek, ha így megy tovább. Te, Tom, ez a fickó idegen. Én tudom, kicsoda. Ismered? Ki ez? Mindegy, azt hiszem ideje indulnom. Viszlát, Sam. Viszlát. Te, ez kiszolgálja magát, lovat cserél. Aha, számítottam rá. Tényleg? Még sosem láttál ezt a fickót. Örülj neki. Hát, viszlát. Viszlát. Vadidegen, sose láttam. Hallod? Igen, mondtad már. Hát, viszlát. Viszlát. Hey. Nem. Még sosem találkoztunk. Maradj már, ne szórakozz. Tudom, hogy itt vagy. Minden esetre jó tudni, hogy még megismersz. Jobban ismerlek, mint a tenyeremet. Hallom, jócskán benne vagy a slamasztikában, mi? Csak nem. Úgy hallottam, jó alaposan megkergették az emberedet a hegyen. Meg hogy ő volt az utolsó embered. Mióta szaglászol errefelé? Ennyi az összes pipád? Azt kérdeztem, mióta? Úgy 10 napja. Bámulatos, mennyire nem tudod soha, mi történik. Fogadjunk, hogy nem túl sokat forgolódsz a kocsmák hátsó termeiben. Nem túl sokat. Látod, milyen tudatlan marad, aki magasabb régiókban mozog? Én már, ha jól számolom, 7 éve nem jártam itt. Mégis többet tudok arról, mi történik itt, mint te. Az a szerencsét, hogy épp erre felé jártam. És gondolom, már mész is tovább, ugye? Miért kinyírsz, ha nem? Tudod, arra is sor kerülhet még. Sajnos nem tehetsz velem semmit, és ezt te is nagyon jól tudod. Mit akarsz tőlem? Ma éjjel kilovagolnék. Ellenőriznék ezt-azt. Tudni szeretnéd, ki ölte meg Juant? Ha megtudom, a puskacsöved elé zavarom. Velem jössz? Nem. Semmiben sem akarok együttműködni veled. Tom, beszéltem a... Szervusz, Jeff. Jeff!
Szervusz. Ezt mondom én is. Ma először van nálad az a pisztoly? Épp eleget hordom. Akkor miért nem használod? Miért a farra mászol? Úgy nézem, Tom elhanyagolja a nevelésedet. Na, majd bepótoljuk. Beszélnem kell veled. Kijössz egy percre? Mit keres itt, Wichita? Úgysem találja meg. Mrs. Boyce halálra van rémülve. Fél, hogy megtámadják a férjét. Hogy? Hogy lelövik. Earl Boyce senkit sem érdekel annyira, hogy lelője. De, valakit érdekel, Tom. Earl Boyce tudja, ki ölte meg Juant. Honnan? Látta. Ezt a felesége mondta? Erről beszélek. Hozz egy lovat, de szaporán. Nem, várj csak. Azt hozd, amelyikkel Wichita szeretne menni. Na, mi a válasz? Jeff, nyergelj fel egy lovat. Itt maradhatsz éjszakára. Hadd pihenjen a lovad. De holnapra a színedet se lássam. Á, sokat veszítesz velem, Tom. Éppen megtudtam valamit. Nem vagyok meglepve. 10 napja vagy Palo Duróban. Juant 3 napja ölték meg. Ej, Tom, csak nem gondolod, hogy embert ölök? Nem. Te sosem ölnél embert. Legfeljebb ennivalóért. Juant egy marhatolvaj ölte meg. Ez a leírás pont rád illik. Ugyan, Tom. Amarillótól Givittig nem bizonyítottak rám semmit. Csak 2-szer. Én sem tudok rád bizonyítani semmit. És nem is akarok. Csak tűnj el innen. Szerintem nem ő volt, Tom. Azt mondod? Na gyere, induljunk. Ha azt gondolod, hogy ő volt, kérdezd meg Earl Boyce-t. Amíg lehet, mert ő látta. Miért ő tudja, ki ölte meg? Jeff, vedd el az ágyról a pisztolytáskáját. Úgyis tele van a szemem szappannal. Nem, nincs tele a szemed szappannal. Hozd ide, Jeff. Mi a baj? Hogy mi? Nem tudod, mit csináltál? Ha Wichita ölte meg Juant, meddig hagyna életben egy tanút? Kimondtad Earl Boyce-ra a halálos ítéletet? Nem hinném. Az a baj, hogy ez nem hit kérdése. Most már nem tehetek mást, oda viszem és tisztázzuk. Szállj le. Ez az ember kutató. Valami puccos iskolából jött. Elég régen itt tanyázik, azt mondja, olajat keres. Na hát, de szemre való. Tom, én nem kellett volna szólnom neked. Van egy kis gondunk, Kathleen. Nekem is van. Ő kicsoda? Kid Wichitának nevezi magát. Kid Wichita? Hallottál róla? Van ember, aki nem hallott Kid Wichitáról. Earl, meg kell kérdeznem. Láttad már valaha ezt az embert? Gyertek be. Csak utána. Mondd csak, Boyce. Szerinted én öltem meg Juant, vagy sem? Miért? Nem emlékszel rá? Valahogy kiesett. Soha életemben nem láttam. Ez biztos? Jól van, Wichita. A pisztolyod ott van a nyergemen. Na, ne mondd. Az a helyzet, hogy semmit sem tudok erről a gyilkosságról. Bármit hallottál is. Hogy lehet biztonságban az én... Sajnálom, ha csalódást okoztam, de még nem kívánkozom a fadobozba. Még senki sem készíti neked. Nem tanúskodhatok. Ha tudnék, se akarnék. Bocs, a feleségem félreinformált. Meg akart öletni. Ha? Nem ezt mondta. Nem. De azért érdekes gondolat. Igen. Jól van, semmi baj, szívem. Nem kínozlak tovább. Tom, Juan Amadort egy Kelsey nevű mocskos disznószomszédod ölte meg. Juan rajta kapta, mint a más borját billogozta. Ez igaz? Igen. Elő lehet bújni az ágy alól, komám. A feleségeddel megoldottuk. Most már elmehetek, főnök? Igen, elmehetsz. Ahová jól esik, csak minél messzebb. Ó, még találkozunk. Ja, szívecském, azért csak csomagolj be. Valószínűleg visszajövök érted. Ezek szerint ismered? Dehogy is, sose láttam. O'Reilly életének egy napja.
épp olyan, mint a többi nap. De a lábát ahová beteszi, ott kőkövön nem marad. Egy szép nap. Igazad volt. Hát persze. Ma a fecskefark mezőn dolgoznak. És még a hold is süt. Gyere! Csak négyen vannak. Milyen kár. Gyerünk! Ide figyeljetek! Csak a nyergek kellenek, az emberek nem. És még valami. Látjátok oldalt azt a hajcsát? Azon a tarkalovon? Ő az enyém. Eresszük szélnek a lovakat! Na, csak egy kis dugi dohány. Ne foglalkozz vele! Mintha Wichitát látnám. Nincs egyedül. Éljen O'Reilly, O'Reilly, mert ő kelti fel a napot. Az ő kedvéért kell fel, hurrá, 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 hurrá. Menjetek be, fiú, kerítsetek valami reggelit. Ezek kinek a nyergei? Nem ismered meg őket? A te szomszédaidé. Steve Fletcheré? Hát persze. Meg James Drake, meg az az ostorpattogtatói. Hogy is hívják? Gil Batson. Meghaltak. Dehogy is. A lovakat elhajtottuk, az emberek hazamentek. Alkonyatkor kelts fel, ha magamtól nem ébrednék fel. Beszélj. Nem is tudod, hogy ők vitték el a marháidat? De persze, hogy tudom. Most már ők is tudják, hogy tudod, mert tetten értem őket. Ennyi elég? Minden esetre megmagyarázza a nyergeket, ha? Na látod, kezd összeállni. Meg lehet kérdezni a jó embereket, mi dolguk volt a marháiddal. Hová vitték őket? Miért vitték volna bárhova? Leöltek, megnyúztak egy párat, hogy megszabaduljanak a billogtól, és eladták. Hát, az emberek élnek, amit mondod. Igen, igen, élnek, kutya bajuk. Akkor visszajönnek. Nyereg nélkül. Hülyén fognak kinézni. Az lehet, de lőni fognak. Hát aztán? Jeff, vidd ezeket. Légy szíves, vidd be ezeket. Na, mozog már. Ide figyelj, nem gyilkolással akarom megoldani a problémát. Akkor nyergeld fel ezekkel a saját lovaidat, és küld vissza nekik az üdvözletünkkel együtt. Biztos meg fogják érteni. Küldjen vissza, az én lovaimmal. Megőrültél? Miért? A lovak visszajönnének. Nem kerülne semmibe. És többet nem is hallasz. Nem, többet nem is hallok. Figyelj, mit mondhatnak? Éjfélkor békésen lovagoltunk Tom Cloud legelőjén, erre odajött és elvette a nyergeinket. Tom, kiállja ezt meg röhögés nélkül. Ennyire őrült. Megmutatom én neked, hogyan bánj a szomszédaiddal. Nem, te csak nem utas meg nekem semmit, és ha szabad Tom, kérnem. Ott jön még valaki. Most vetted észre? Két mérföldnél távolabb nem látok. Na és ki az? John Gall, a körbillogos. Helyes. Szóval a vén részbik a személyesen. Látod, hogy megelevenedik ez a lepra telep, ha itt vagyok? Vén csökönyös marha. Te, Törki! Mi van? Tartsd rajta a szemed. Jó reggel, John.
20 mérföld enyém ebből a kanyomból, már vagy 30 éve. Azóta senkinek nem volt mersze hozzá, hogy újat húzzon velem. Történt valami, John? Hallom, Kid Vichita hozzád szegődött. Ha valaki bérgyilkosokat hoz a legelőre, akkor az megítélésem szerint a bajt keresi. Ennyi, Mr. Gall. Amarillótól Civitti két kivétellel senki nem bizonyított rám semmit. Ahol megfordultál, egymást érték a gyilkosságok. És mindenhonnan az éleple alatt távoztál. Tegnap éjfél után Joe Kelsey megjelent nálam golyóval a testében. Ájulten esett le nyeregből, már nem is tért magához. Reggelre meghalt. Nem tudom bizonyítani, hogy egy ismert gyilkos ölte meg, miközben Kelsey a határt járta. Nem számítok rá, hogy jelentkezik majd egy tanú. Na, arra én se számítok. Te, lelkész, mi van a kávéval? Mindjárt! Nem tudom bizonyítani, és nem is próbálkozom vele. De többet ne forduljon elő. Figyelmeztetlek, sürgősen szabadulj meg ettől az embertől. Hogyan? Úgy látszik, nem tudod... Jól van, nyugi. Ha jól tudom, a fiad a sheriff. Ő hol van? Sok mindent magam is el tudok intézni. Ő csak bohóckodik, mint kabol. Nem is vihetné többre. Te csináltál belőle sheriffet. Ha én ilyesmit tennék a megyém tehén pásztoraival, nem üldögélnék itt a nyerekben. Tudod, hol lennék? Nem. De gondolom, azt is el fogod mondani. Elbújdosnék szégyenemben, és bedugnám a fejem egy szénakazalba. Nehogy meglássam az arcomat a tükörben. Azon gondolkodom, mondott-e nekem már valaki ilyesmit? És tudod, mire jutottam? Senki. Akkor most megkaptad. Igen. Úgy, hogy nincs a kezedben semmi. Miből gondolod, hogy nem tudok lelőni egy fegyvertelen embert? Mert egy puska éppen a szívedet veszi célba. Én is látom. Fordítsd meg a lovadat és tűnj el. Rendben. Megmondtam, kivel áll szemben. Ennél többet nem tehetek. Ezt nevezem. Rendes tőled, hogy nem nyúztad meg elevenen. Lehet, hogy neki van igaza, Vich. Lehet, hogy én tévedek. Hát persze. Váltunk lovakat? Nem, Törki. Tom most jött rá, hogy szüksége van ránk. Rendben. A kávéd. Szóval éjszakánként portyáznak. Rendben, megmutatjuk nekik. Igen, megmutatjuk. Ha ellopnak egy tehenet, hármat lopunk vissza. Már lógnak nekem néhányal. Tegnap kaptak egy halott embert a mi emberünkért cserébe, de mostantól nagyvonalúbbak leszünk, egy halottért kettőt kapnak. Remek köd van, örömmel látom, hogy felveszed a kesztyűt. Jól van, Vich. Ki velem ennyit kérsz? De Tommy, nem fogadnék el tőled pénzt. Elég a birtokod fele. Ide lovat nem lehet behozni. Ó, bocsánat, papa. Talán érdekel, hogy miért nem nevetek. Nem volt vicces, habár én annak találtam. Évekig nevettem a tréfáidon, de már nem tudok nevetni. Megmondom, mit csinálj. Tégy két kanál mosószódát egy csésze forró vízbe. Ma egy férfi belenézett a szemembe, és szépen megnyúzott elevenen. Hol a holttest? Nincs holttest. Ültem a nyerekben, és végighallgattam. Azzal vádolta, hogy egy nyámnyila fajonkot ültettem be a sheriff irodába. Azt is mondta, hogy jobban tenni, ha elbújdosnék, amiért egy ilyen bohósznak segítettem. Hagyott, hogy egy csavargó így beszéljen rólam? Nem tehettem mást. Mert bizony megfordult a fejemben, hogy talán igaza van. Hogy mondhatsz... Hogy bászád, most én beszélek! Két héttel ezelőtt megjelent itt egy Kid Vichita nevű gyilkos. Rajta a szemem. Lehet, hogy így van, de már két embert megölt. Joe Kelsey-t és Tom Cloud egyik emberét. Úgyhogy fejezd be a figyelését, és egy héten belül tüntesd el a megyéből Kid Vichitát. Különben... Ne feleselj velem! Én vagyok a sheriff, nem hagyom magam drótor rángatni! Nem vagy te senki! Lásd munkához! Itt mindenki tisztelje a törvényt, és ez rád is vonatkozik. Kid Vichita csak a kezdet. Megértetted? Thank you.
a szomszéd? Tom arra felé van? Igen. Szevasz, Tom. Mit csinálsz? Viszem a teheneket a nyári legelőre. Mostanáig nem volt segítségem. Azért mást is csinálsz, nem? Mire gondolsz? A nyergekre. Nem kellett volna visszaküldened őket, pláne, hogy Joe Kelsey-t megölték. Okom van feltételezni, hogy Kelsey ölte meg Juant. Minden esetre pólul járt. Marha lopás közben. Látod, mit csináltál? A fiúk még megbocsátanak, hogy lődöztél, de hogy elvetted a nyergüket és visszaküldted, jobb lett volna, ha halomra lövöd őket. Annak jobban örültek volna? Az az érzésem, hogy igen. Tom, most már sose fogsz kikeveredni ebből az ügyből, amíg mindhárman meg nem haltak. Csak rajtuk múlik. És még valami. A szomszédaid azt mondják, Kid Wichitát azért hoztad ide és béreltet fel gyilkolásra, hogy szabaddá tegye neked a terepet. Na ne. Eltűnt néhány, elkóborolhattak a vízmosás felé. Eredj vissza, keresd meg őket. Megyek. Tudod, Tom, a magunk fajta magányos farkas nem sok jóra számíthat, de Jeff-el mi lesz? Azt akarod, hogy ő is olyan legyen, mint Wichita? Azért vettem fel a harcot, hogy ne legyen olyan. Szerinted miket fog tanulni, ha a közelében tartózkodik? A menekülést nem tanulja meg. Azt soha nem tanulja meg Wichitától. Se tőlem. Gyarapodott a csorda ezen a héten? 46 darabbal. Nem. 48-al. Az nem elég. Minden tehénnek legalább 3-4 borjút kellene idén világra hozni a kis segítséggel. Épp eleget segítünk nekik. Fogd meg a lovamat. Mit csinálsz, szívem? Mondtam, hogy ki nem állhatlak. Te? Kicsit sótlan. Ó, de kár. Bizonyám. Jól van. Viszlát holnap. Akkor tovább maradok. Gyerünk, menjünk! Wichitát keresed? Épp most ment el. Tudom. Gyakran jár ide? Eléggé. Figyelj, Kathleen. Ha az a majom zaklat téged... Wichita zsarol téged? Miért zsarolna? Különben mi dolgod lenne egy ilyen alakkal? Nyilván a kezében tart. A marhákhoz elkél a segítség. Persze. Különösen éjjel. Köztudod, hogy egyik rajtaütés a másikat éri. Figyelj, senkinek sem esik bántódása, hidd el. És mi lesz Jeff-el? Vagy ő már nem is számít? Talán csak ő számít. Meglász, Jeff egy-kettőre elkezd utánozni mindent, amit Wichita csinál. Ezzel le mindent megteszek, amit tőlem telik. Hiszek neked. Nem akartam veszekedni veled, pláne, hogy elköltözünk. Semmi baj. Kathleen. Sajnálom, hogy elmentek. Tényleg? Hát én nem.
Gyűlölök mindent, ami itt történik. Csak téged nem. Te jó barát vagy, Tom. Persze. Tom! Gyere ide. Ölejed, kérlek. Régóta ez jár a fejedben, ugye? Igen. Azt hiszem, nekem is. De ennek most már vége. Mi lesz velünk? Azt hiszem, semmi. Úgy van. Most már tudod. Azt hiszem, rád férne egy kis alvás. Mielőtt indulnátok, küldök neked egy szekeret. Majd értesítelek. Na végre ott jön. Már kezdtem aggódni. Gyerünk! Van egy kis dolgunk a hegy túlsó oldalán. Nem a miénk? Még nem. Hol a tehén? Ja, azt hiszem, eltörött a lába, úgyhogy lelőttem. Jó, rendben. Nyomás utána, Jeff! Szerinted vigyük ezt is? Persze, hozzak! Ne, Wichita! Tom azt mondta, a gólállatait hagyjuk békén. Látod ott azt a sziklát? Igen. Azzal a sziklával többet küszködtem, mint bármi mással ebben a kanyonban. Meggazdagodni, kölyök! Sikerült eladnom néhány megnyúzott tehenet. Csak 600, de kezdetnek nem rossz. Hű, azta! Életemben nem láttam ennyi pénzt. Elég sötét volt. Remélem, egyik tehénen sem a mi billogunk volt. Ki vette meg? Ugyanazok, akik a mieinket vették meg a szomszédoktól. Csak visszaszerezzük, ami a miénk. Hű, Tom, így kell ezt csinálni. Eszedbe ne jusson példát venni róla. Figyelj! Amikor tanulsz, ha jól látom, a lelkész jön. Á, tör ki az. Én is ezt mondom. Szóval, amíg megtanulod, így fogd a stukkert. Így a golyó nem jön ki, és nem okoz sérülést. Hisz nem akarsz megsebesíteni senkit, csak ha muszáj. Ha leveszed innen az ujjad, a fegyver elsül. Bum! És így... Várj egy kicsit. Hozd ide nekem azt a lovat, rendben, Törki? Dobd el azt a konzervdobozt arra. Jól megtanítottalak, mi? Vigyázok, nehogy túl jól tanítsalak meg. Éjjel kilovagolsz? Én is.
Nem, Jeff, te nem. És tedd le azt a fegyvert. Úgy csinálsz, mintha ingyen lenne a töltény. Viszlát reggel. Csak azt mondom, hogy egy időre vonuljatok vissza. Az öregem már így is itt volt, és cirkuszolt. Azt mondta, tutyimutyi vagy, igaza van. Minden nap egyre több marhát veszítünk. Vicsita kezd elszemtelenedni. Incsétek meg golyóval a hátsóját. Csináljátok ki! Az Istenért, Gail! Két Vicsitát nem lesz könnyű megfogni. Kelsey-vel mi történt? Vicsita megölte. Akkor rendben. Ott leszel a megfelelő időben, ugye? Félsz tőle, mi? Egy légy! A törvény áldásával akarom megtámadni. Ezért van szükségem rád. Most más nem is kérek. Ott leszek. Mikor? Reggel oda megyek. Derítsd ki, holnap hova lovagol és lerendezzük őket. Nem mondd, hogy a saját bőröd is a vásárra viszed. Esélyese lesz. És most tűnjetek el. Eleget csopánkodtatok. Még újra elszedi a nyergeiteket, mielőtt hazaérnétek. Gyere, Gail. Szép jó estét! Világosságot láttam, úgyhogy beugrottam egy kupica jófajta szeszre. Ez nem a kocsma. Ennek örülök. Akkor nem kell fizetni érte. Szolgáld ki magad, kedvedre. Jó, kösz. Hát ez hihetetlen. Igen, szerintem is. Saját készítésű. Úgy látom, már megint sírtál. Nem miattad, Vicsita. Ne izgass magad, Earl. A férfiak szerint jót tesz a nőknek egy kis izgalom. Megszépülnek tőle. Hát nem tudom, lehet benne valami. Na nézd csak. Zenekedvelők. Ne énekeljek valamit. Mi csak azt szeretnénk, hogy... There's a girl in the life of O'Reilly. To O'Reilly, all girls look the same. But a girl who has once seen O'Reilly will never again look the same. Mi van? Soha nem szoktad felhangolni. Hiába, Earl. Nem tudsz vele mit csinálni. Ne feszíts túl a húrt, Vicsita. Ismertem egy Boyst. A jó öreg John Boyst. Talált 1 millió ezüstben, mind elitta. Az jutott eszembe, hogy a jó öreg Johnnak volt egy fia. Valami puccos bányászati iskolába járt. Elvett egy gazdag nőt, de kiderült, hogy még sincs pénze. Ezt a pechet... Te volnál az. Takarodj! Ha? És vissza se gyere többet. Megyek már, megyek. De biztos meg akarjátok hallgatni a dal végét. It's a night in the life of O'Reilly. To him, night and day are the same.
Mi a baj? Nem tetszik a dal? But the thing about Night with O'Reilly. Ezt a dalt a világ egyik legjobb dalszerzője írta. Más dalokat is írtam ám. Ó, őr, mintha nem tudnád, hogy miért jött. Nem miattam. Csak szórakoztatja, hogy téged gyötör. Hát persze. Némelyek a nők gyötrésében lelik örömüket. Mások viszont a férfiak bosszantásában. Provokál, csak arra vár, hogy tegyél egy rossz mozdulatot. Ez elég nyilvánvaló. Ne hidd, hogy nem vagyok tisztában vele, bármelyik pillanatban könnyűszerrel megölhetsz. De ha nem távozol ebből a házból, kénytelen is leszel megtenni. Kérlek, Wichita. Soha nem kértem tőled szívességet, de most nagyon kérlek. Jó, persze. Ne feledd a holmit, legyen becsomagolva. Szép álmokat, komám. Senki sem él örökké. El kell mondanom valamit, Earl. Volt néhány perc, amikor nagyon büszke voltam rád. Még a szekrényajtó törött reteszéről is tudott. Hányszor járt itt, valld be? Egy is több a kelleténél. Ez nem válasz. Ha válaszolok neked, abból mindig baj van. Persze, hogyha hazudozol. De nem tudsz hazudni. Túl jól ismerlek. Azt ne csak hiszed. Legszívesebben megölnélek. De azt hiszem, van, ami rosszabb lenne neked. Őr, nem tudnád kiverni a fejedből. Lehet, hogy soha többé nem fog zaklatni. Claude, segítséget szeretnék kérni. Ez merőben szokatlan. Mit tudsz a fia meggyilkolásáról? Tegnap este agyonlőtték a fiamat az irodájában. A gyilkos négyszer lőtt rá. Három golyó akkor érte, amikor már a földön feküdt. Részvétem, John. Wichita este bent járt a városban? Nem tudod, hogy ott járt-e? Nem találtam egy szemtanút sem. Olyanok, akik képesek megölni a törvény emberét, kevesen vannak. Wichita képes ilyesmire. De miért tenni? Ok, éppen volna. Szóltam a fiamnak, hogy paterolja ki innen Wichitát. Szeretném azt én, hogy férfinak bizonyult, és tényleg megpróbáltam. Tudod, furcsa dolog történik az emberrel, ha meghal a fiam. Nem emlékszik rá, hogy jó volt-e vagy rossz. Arra sem, hogy felnőttnek milyen volt. Csak a kisgyereket látja maga előtt. Elhiszem. Most már nem számít, jól végezte a dolgát. És hogy mi részem volt benne. Csak az számít, hogy most mit kell tennünk. Mire gondolsz? Arra, hogy a fiam helyébe lépek. Ideje eldöntened, hogy hova állsz. Egyszer mindenkorra. Mert rendbe hozom a megye ügyeit. Segíthetsz nekem, vagy ellenem dolgozhatsz. Most már nincs helye várakozó álláspontnak. Hát, soha nem hagytál nekem választási lehetőséget. Lehet, de most választhatsz. John, én majd vigyázok itt magamra úgy, ahogy nekem megfelel.
Ez a válaszod? Ez az egyetlen válasz, amit most adhatok. Jól van. De annyit mondhatok. El fogom kapni a fiam gyilkosát. Ha legközelebb jövök, le fogom tartóztatni. Jól van, menjünk le oda. Menjünk. Fiú, ti maradjatok itt egy percre, én lemegyek és megnézem, mire töltött, grizzlyre vagy mókusra. Szevasztom! Erre jártam, rizspuding rendeléseket veszek fel. Egy nagy rakást eladtam már a szomszédaidnak. Nem vagyok éhes. Nem kell itt más, csak béke és nyugalom. Na, éppen ezt hoztam neked. Itt van Jim Stregill, Betson és Dave Fletcher is. Három tehénpásztor, akikkel már is békét köthetsz. Ott ülnek a lovukon. Hirtelen milyen békésnek, jámbornak tűnnek. Tom, beszélned kéne a fiúkkal. Rólam lerohadt a nadrág, mire rávettem őket, hogy tárgyaljanak. Jól van. De a fegyvereiket hagyják a nyerekben. Vegyétek le a fegyvereket, fiúk, és gyertek le üres kézzel! Az ostort is. Gil, hagyd ott az ostorodat! Ugye tudod, Sam, hogyha a villám belecsapna abba a három emberbe, minden gondom megszűnne. Jól van, elő a farbával. Nem kérdezzük, ki ölte meg Elmer Gold, de azt tudjuk, hogy nem mi. Ez több, mint amit én tudok. És több, mint amit John Gold tud. Ők azok, akik utoljára látták élve Gold a seriffet. Egy ilyen hiba könnyen puszta emlékké változtathatja az embert. Ej, fiú. Ha John Gold elhatározza, hogy tiszta viszonyokat teremt, lesz itt nagy óbígatás. Sokan feldobják a talpukat. És elhatározta. Gold téged vett célba meg engem, meg Gil Betsont és Jim Strake-et. Nincs vesztegetni való időnk, tovább teszed oszáskodni Vicsitával. Elegetek van Vicsitából. Á, nem, mi bírjuk Vicsitát. Bírjuk, mert nagyon rendes fickó. Tom, ezek a fiúk csúnyán megloptak téged. El is ismerik. Jóvá tesszük egy feltétellel. Milyen feltétellel? Ha Vicsita segít nekünk lerendezni Gold. És ha nem segít? Akkor valaki kénytelen lesz elintézni Vicsitát. Te magad is tudod. És ki lesz a következő törki? A lelkész? Vagy én? Négy gyilkosság alsó hangon. Szerintem öt. Azt hiszem, Jeffre gondol. Jeff nincs benne. Minden éjjel Vicsitával lovagol. Azt mondtam, nincs benne. Tom, a fiúknak Gold a céltáblájuk. A sarkukban Vicsita. Talán megérdemelték, de most kénytelenek megoldást keresni. Te mit csinálnál a helyükben? Mondja meg nekik. Igen. Megmondom, fiúk, hogy mit csináljatok. Pattanjatok újra nyerekbe, és tűnés innen, de gyorsan. Mielőtt újra lába kél a nyergeteknek. Jó, ha most elballagtuk, fiúk. Most az egyszer igazad van. Tom, ma valahogy egész nap Joe Kelsey járt a fejemben. Nem is tudom, miért jutott eszembe. Nem tudod? A golyó bal oldalt ment be a bordái közé, és a másik oldalon jött ki. Ez valahogy nem hangolt jó kedvre. Figyelj! Ha arra akarsz rávezetni a Jeffet, a földön fekve lássam. Hát, látom. Jaj, Tom! Te hogy kerülsz ide? Gyalog jöttem a kanyonban. Earl elzárta a nyergemet. Látottam, erről beszélek. Nincs ember a világon, akinek folyamatosan biztonságban van az élete.
Veszélyes vagyok, tudom. Nem így értettem. De mi van, ha valaki elbújt egy cikla mögött, és onnan lődöz, és leterít, mielőtt észbe kapnál? Vagy egy negyed mérföldről lő le, amint épp arra lovagol, vagy besétál mögötted a hátsó ajtón, ahogy ő tette. Sehogy se tudod kivédeni, Tom? Nem az számít, hogy ki tudom-e védeni. Mi következik aztán? Vicsitára gondolsz? Juan megöléséért az ő emberük megölésével fizetett. Tom, ha neked kell Vicsita, kérlek tedd meg, hogy távol tartod Earltől. Earltől? Mérget mernék venni rá, hogy Earl meg akarja ölni Vicsitát. Na, álljon meg a menet. Tudom én, hogy Earl sosem lenne képes megölni Vicsitát. De ha Vicsita megint felbukkan a közelében, Earl megtalálja a módját. Ha zaklatni, mert téged én nyírom ki. Ennél az embernél nincs nagyobb biztosítási kockázat. Megmondod neki? Nem, látni sem akarom. Várj egy kicsit, Kathleen! Hát, szomszéd! Történelmet írtál azzal, hogy idehívtad Vicsitát. A tolvajok tönkretettek. Nem tehetek más. Tűzzel kell oltanom a tüzet. Csak így leég az istálló. Igen, napról napra jobban belekeveredünk. Nincs visszaút, nincs kiszállás azóta, hogy elkezdődött. Tom, ki lehet szállni? Egyszerű, mint egy seggberúgás. Volt lehetőséged, és most is van. Miért nem élsz vele? Sose értettem. Nem ilyen egyszerű. Ennyi, fiam. Megijesztettél. Úgy kupán váglak, hogy lecsúszik a két vállat közé. Tudom, hogy kit majmolsz, de hagyd abba. Inkább menj és lásd el a lovakat. Csak ezért a rongyért jöttem be. És tedd le a fegyvert. Hagyd is itt. Majd szólok, ha azt akarom, hogy éjszaka Vicsitával lovagolj. Jó van, na. Vedd ki a cigit a szádból és menj a dolgodra. Miért? Szerinted mit csinálok? Te! Az az én inge! Jé, csutakoló rondnak nézném. Hát persze. Mit vegzálod azt a fiút? Jeff remekül lasszózik. Te ölted meg Elmergolt? Miért? Mi történt Elmerrel? Agyon lőtték az irodájában valamikor tegnap este. Hát erre előbb-utóbb számítani lehetett. Te ölted meg vagy sem? Oda néz, Tom, gyere csak ki! Figyelj, Tom, valamit tudnod kell. Látod azt a sziklát a távolban? Több bajom volt azzal, mint bármi mással a kanyonban. Ez a válaszod? Hát persze, hogy én öltem meg, míg a lovammal is megtiportam. Ó, nem is, azt mondtad, oda bent volt. Nem is tudom, miért kérdem. Elmondom, mi van, Tom. Elmer elvesztette a fejét. A fűrésszel... Mivel? Semmi, csak megláttam, hogy a fűrész ott van az asztalán, és nem tudom, mi ütött belém, fogtam és lefűrészeltem a fejét. Mit mondtál Kathleennek? Kathleennek? Várjunk csak. Ó, azt mondtam... Szervusz, Kathleen! Earl nem ezért akar megölni. Earl meg akar... Jaj, ne! Ki nem néztem volna belőle? Nem Earl itt a kérdés. Ez csak az utolsó csepp a pohárban. Mit vársz tőlem? Mit csinálja? Küldjek neki virágot? Rendbe akartam hozni az ügyeket, nem még jobban összekuszálni. Még egy ilyen húzás, és egyikünk sem ússza meg élve. Megvolt rá az okom, hogy hagyjalak garázdálkodni. De most már elég ebből. Esküszöm, nem tudom, honnan van ez a pénz. Végeztünk, Vicsita. Ja, hosszú nap volt a mai... Komolyan beszélek, menj el! Mikor? Azonnal, még ma este. Jaj, ne csináltam. Ma estére kinéztem egy csinos kis csordát, azt még hadd vegyem pártfogásba, aztán holnap meglátjuk. Jól van. Ezt a néhányat még add el. Holnap megfogod a pénz rádeső részét, és elhúzol. Hát persze. Tudom, hogy te ölted meg Elmergolt. Olyan biztosan tudom, mintha ott lettem volna.
Azt hiszem, már csak mi ketten tudjuk. Ja, meg Jeff, hogy miért nem akarom, hogy felkössenek. Ébresz fel, ha lemegy a nap. Anyám, Május királynő, én vagyok. Ahogy mondta O'Reilly, O'Reilly, Miki nappal is éjjegyre ment. Nézd, tararira, O'Reilly, la-la-la-la-da-di-da-la-da. Hadd jön egy ló! Jeff lesz az. Hogy tudtál eljönni? Úgy, hogy elam. Ugye mindent tudsz a mai éli programról, hogy mit és hogy? Csak amire megtanítottál. Az elég lesz. Akkor mozgass meg őket egy kicsit, jó? Jó, persze. Majd utolérlek. Jó, arra felé tovább, ugye? Mi az, mit akarsz? Én a helyedben azzal nem szórakoznék. Ha inni akarsz, tudod, hol a viszki? Nagyon is. Mondd már, mit akarsz! Van egy lány, kit meglátott O'Reilly, mi szemre való özvegy lesz. Mind megfordul, hol van O'Reilly. Eddig jutottatok, fiúk? Dehogy is, 10 mérfölddel előrébb vagyunk. Miből gondolod, hogy itt vagyunk? Jól van, csak menj már. Visszahoztam a pisztolyodat. Azért gondolom, nem te ölted meg. Bárki tudja. Kicsodát? Nem tudod. Ölt?
Earth ma éjjel agyonlőtték a saját házunkban. Szerintem Wichita volt, de akár te is lehettél volna. Nem számít, melyikőtök húzta meg a ravaszt. Mert te és Wichita már egy húron pendültök. John Gallnak már szólt valaki? Amint kivilágosodik, felkeresem. Vidd el a pisztolyt. Bizonyíték lehet. Itt hagyom nálad. Miért? Hogyha akarsz, elmenekülhess! Jól kibabrált veled. Tegnap még kiszállhattál volna. Elég vacak helyzetbe hozott, de még mindig volt valami esélyed. Ma már nincs. Miért nem szabadultál meg Wichitától, amíg lehetett? Kirúgtam. Mikor? Még tegnap. De rádumált, hogy még egy éjszakát hadd menjen. Még egy éjszakát? Tom, vagy 25-ször mondtam, hogy fordulj meg, menj vissza. Szabadulj meg Wichitától, nem győzöm mondogatni. És amikor végre megtetted, adsz neki még egy éjszakát. Tudom, hogy nem te ölted meg Earl Boyce-t. De törvény szerint neked vagy Wichitának kell felelned érte. Gondolod, hogy itt van esélyetek az esküdtek előtt? Frászt. Amelyik kötőket előbb megfogják, felkötik, és szerintem nem Wichita lesz az. El kéne tűnnöd. Eltűnnem? Tudom, keserves dolog a felismerés, de Wichita jól elintézett téged, már nem élhetsz úgy, mint eddig. Sunnyognod kell, bujkálnod, menekülnöd. Más választásod nincs. Nem. Ott még nem tartunk. Tom. Nehogy már a kezükre ad magad. John Gall el akarja fogni a fia gyilkosát. Hát jó, megkapja. Wichitát nem tudod elfogni. Meg kell ölnöd. Tudom. De Tom, csak nem... Itt temettem el bátyámat, James Cloudot, alias Kid Wichitát. Égesd el, légy szíves. Nekem nincs hozzá kedvem. Tom, szerinted visszajön ide? Ez alig, ha nem ő lesz. Nem, tör ki az. Elkaptak minket. A lelkész meghalt. Jeffnek annyi. Jeff, életben van? Nem tudom. Hol van most? A borjúszikla szorosban támadtak ránk. Valahol ott maradt. Miért nem? Láttad a sebesülését? Mennyire súlyos? Keresztűzbe keveredtünk. A lelkész már az első pillanatban szitává lőtték. Már a gyerekben meghalt. Bánom is én a lelkész, Jeffel mi van? Nem láttuk elesni. Mi Wichitával olajra léptünk, és később Jeff lova utolért minket. A nyerge véres volt. De hova? Wichita hol van? Még mindig ott van, tűzharcban. Ha fegyverropogást hallasz, akkor Wichita még él. Vidd be a házba! Az ott Wichita lova? Igen. Mint a fegyverropogást hallani. Azt hiszem mozgásban van. Vagy ha nem, akkor már fűbe harapott. Fogd meg a lovamat! És lőhettelek volna. Jeff, hol van? Esett a lováról. Tudom, de most hol van? A takarítóbrigád magával vitte a sziklák közé. Odani! Látod? Menjünk vissza a lovakhoz. A tiéd ott van a miéknél. Tudom, gyere! Thank you.
életben van? Amikor láttam, még életben volt, még intett is nekem. Elvágtam őket a lovaiktól, de a kanyonon át becserkésztek. Oda megyek, Sam. Nyílt terepen, megőrültél? Nem, de hogy hátulról kerülünk. Nem kerülünk hátulról. Elment a józan eszed? Gyerünk, indulás! Jól van, menjünk. Te, Jamie? A kölyök megint vérzik. Na és? Ezek megőrültek ott lent. Hagyjuk itt! Menj és figyelj, nehogy Cloud és Beard a hátunkba kerüljön. Streak, menj vele! Fogadni. Menj elé, te, ha akarsz! Megyek is.
Vigyázz, Vichita! Csak a karod sérült meg? Hogy csak? Nem elég az? De elég. Kötözd be ezzel. Na hát, iszonyú jó voltál, Jeff. Ha te nem vagy, úgy leszed, mint az almát a fáról. Kezd, Vichita. Nem sok híja volt, hogy meghalj, Jeff. Oda se neki. Még ketten hárman lehetnek, valahol a bozótban. Vichita! Ha? Ha elláttam a gyereket, utánad megyek. Nocsak. Aztán miben segíthetek? Nem érdekel, hová mész, hogy mit csinálsz. Úgy is megtalálok. Sok szerencsét. Meglásd, nem bejössz, öcskös. Ehhez foghatót még nem láttam. A marhatolvajok valóságos bandaháborút folytattak. Az egyik oldalon egy férfi és egy gyerek, és valahogy mégis ők győztek. De persze, ő is ott volt, ugye? Én nem csináltam semmit, Tom Claude és a gyerek tisztította meg nálunk a terepet. Megszabadítottak ezektől a tolvajoktól, akik évek óta háborgattak minket. Mi meg szégyellhetjük magunkat. Igen, nekünk kellett volna lépnünk, régóta tudtam. Most már mindegy. Nem mindegy, nekem nem. Nem érdekel, hogy Tom békítette meg a komancsukat, vagy feltalálta a meleg vizet. Igen, John, Tom behozza Vichitát, ha megígérte. Tényleg? Nem tudom, én is csak várok, ahogy maga. John, adj egy lehetőséget ennek a fiúnak, hogy... Hagyd már békén, jó? Én aztán békén hagytam. Tomot is elítélhetjük. Ugyanúgy, mint Vichitát, ezt Tom is tudja. Hetekig adtam neki időt. Tom Jeff ápolásával foglalkozott. Kezdem azt hinni, hogy valami egészen más oka van. Ja, biztos van valami oka. Ami a világon mindenkinek megállt parancsol, de Tom Claude-nak nem. Őt nem állítja meg. Én legalábbis nem hinném. Nekem csak Vichita kell. Főzve vagy sütve? Majd én magam megfőzöm. Ő mindent szétfőz. Na menjünk. Hallod ezt? Pár lovat hallok úgy negyed mérföldnyire, erre gondolsz? Igen. Tom, ez nem Vichita, ketten vannak. Kikészülök ettől az örökös várakozástól, füleléstől, várakozástól. Utána kell mennem, Jeff. Magától nem jön vissza. De visszajön. Mikor? Lehet, hogy már ma. Ezt meg honnan veszed? Mindig megérzem, mit csinál. Rokon lelkek vagyunk. Ezt verd ki a fejedből. Tudom, hogy ő is követel hibákat. Egyetlen igazán nagy hiba van, amit nagyon régen én követtem el. Jaj, Tom. Most helyre kell hoznom, vagy megfizetnem érte. Ide figyelj, Tom. Mi ketten már régóta együtt vagyunk. Hogy úgy mondjam, egy család vagyunk, 10 éves korom óta. Ahogy mondod. De ha választanom kéne, hogy melletted állok, vagy Vichita mellett. Akkor kit választanál? Őszintén megmondom. Fogalmam sincs. Tom, mint a fegyverropogást hallanék. Látod? Tudtam én. Köszönöm. Miért hoztad ide Kathleent? Nem hoztam volna, ha tudom. Szerintem nem hitt neked, Tom. Most majd kénytelen lesz. Nem állhat ki Vichitával. Kettinek igaza van, semmi esélyed. Tartsd őt a fal mögött. Ne nyúljon hozzá! Nem lesz semmi baj. Mi ez? Mit csinálsz? Kiveszem a golyókat a pisztolyából. Ha ezt Vichitával próbálnád, meg azonnal kinyírna. Vichita sosem emelne kezet rám.
Fogadjunk? Az életemet teszem rá. Mondok én neked valamit, Tom. Látod ott azt a hatalmas sziklát? Bármennyit küszködtem is azzal a sziklával, mégse került a helyére. Ha megfeszülök is, ott marad. Vichita? Mit szándékozol tenni? Átadlak a sheriffnek. Mit csinálsz? Átadlak a sheriffnek Earl Boyce meggyilkolásáért. Megesküdtem volna, hogy csak ugratsz. Annak már vége. És hogy akarsz bevinni? Még nem tudom. Csak azt tudom, hogy beviszlek. Soha nem lennél képes rám lőni. Akkor se tudnál rám lőni, ha fegyvertelenül állnék itt. Alkalmatlan vagy rá, Tom. Soha nem voltál, és nem leszel képes megtenni, ugye tudod? Lehet. De ez nem változtat a helyzeten. Furcsa, hogy sosem tudtál fegyvert fogni rám. Én simán golyót eresztenék beléd. Tudom. Mégis itt állsz, és azzal fenyegetsz, hogy beviszel. Mert ezt kell tennem. A mindenit. Te beteg vagy, Tom. Hol lyukasszal ki, hogy ezek a buta gondolatok kicsorogjanak a fejedből? Gondolom középen, azt tetszene neked. Bárki más mondana, ilyet nem hinnék neki. De ha te mondod, biztos komolyan gondolod. Vichita! Elvesztetted a fogadást, Jeff. Jim! Jim! Látod, milyen remek tanárod lennék. Túl jól megtanítottalak lőni. Azt hiszi, én lőttem. Látod, fiam, örül neki. Mit tudsz a fegyverekről, kölyök? Csak azt, amire te tanítottál. Az nem kevés. Most már vége. Tudod, furcsa dolog ez. Ahogy John Gould mondta, hirtelen nem emlékszem semmire, hogy mi rosszat tett. Csak arra, hogy milyen volt gyerekkorunkban. Többet küzdött azzal az egy sziklával, mint a kanyon többi részével együtt.